kiadós esőt hozott az ünnep október 23-án, délelőtt 10 fok körüli értékek és csapadékos időjárás volt, ezért úgy döntöttek az önkormányzati rendezvény szervezői, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére a Szabadság napja című ünnepi megemlékezést a Váci Mihály Kulturális Központban tartják meg. Sajnos, mivel Nyíregyházán esik az eső, ezért az október 23-ai ünnepséget nem tudjuk szabad téren megtartani, csak ugye a művelődési központban. Mi az iskolával is készültünk ugye az énekkarral egy pár dallal, illetve néhányan verset is mondtanak. Forra világ bús tengere, ó magyar! Ádáz Erinnyisz lelke uralkodik, s a föld lakóit vérbe mártott tőre dühös viadalra készti. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkedet, ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek. A kürt harsogását, a nyihogó paripák szökését bátran vigyázon. Nem sokaság, hanem lélek. Szabad nép tesz csuda dolgokat. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium diákjainak a Kegyelet lángja című előadását tekinthették meg az emlékezők a kulturális központban, majd Nyíregyháza polgármestere arról is szólt ünnepi beszédében, mit jelentett régen a szabadság. 48-ban és 56-ban is ugyanazt jelentette. Egy közös akaratot, amiért érdemes küzdeni, érdemes áldozatot hozni. Ezeket a forradalmi eszméket a szabolcsi és a nyíregyházi emberek mindig magukénak érezték. Ha visszatekintünk történelmünk lapjain, jól látható, hogy bár Nyíregyházát nem érintették közvetlenül, nem volt szintere sem az 1848-49-es forradalmi szabadságharcnak, sem középpontja az 56-os forradalmi eseményeknek, a nyíregyháziak hazaszeretettől és a haza iránti kötelességtől hajtva, mégis mindkét esetben a jó ügy mellé álltak. Síkra szálltak a szabadságért és a függetlenségért. Az emlékezők a Váci Mihály Kulturális Központból a Hősök terére sétáltak, ott az 1956-os emlékműnél helyezték el virágaikat, koszorúikat. Szilágyi László és Tomaszowski András neve összefort Nyíregyháza 1956-os történelmével, nem akartak hősök lenni se forradalmárok, csak úgy cselekedtek, ahogy hazaszeretetük és lelkiismeretük diktált. Először Szilágyi László hozzátartozói és Tomaszowski András gyermekei helyezték el koszorúikat, majd a város képviselői és az emlékezők is fejet hajtottak a Hősök terén.